Itt vagyok abban a mára már elhagyatott városban, ahol a szovjetek egykoron nukleáris atomtölteteket tároltak. Idén nyáron a szellemvárosok Magyarországon újra lehetőséget kapott arra, hogy bejárhassa a mai napig is szigorúan őrzött egykori szovjet laktanya területét. Az itt szolgált katonák és családjaik egymás közt a helyet csak úgy hívták Kisváros. A 36 hektáron elterülő luxus laktanyában megtalálható volt minden, ami egy komplett város működéséhez elengedhetetlen. Étterem, kávézó, bolt, fodrászat, iskola, sportpályák, játszó és kiképzőtér, zöldségi gyümölcsöskert, élelmiszerraktár, sőt, az akkori korban még újdonságnak számító, fűthető úszómedence is helyet kapott a laktanyában, hogy az itt szolgáló katonák és családtagjaik mindenfajta kényelmi igényét kielégíthessék. De vajon miért volt mindenre szükség? A szigorúan őrzött, tripla szöges dróttal és géppuska állásokkal körülvett, a külvilágtól teljesen elszigetelt kisvárosban sem volt mindig vidám az élet. A szovjet vezetés célja ezzel az volt, hogy a legszigorúbban őrzött területeken szolgáló katonák minél ritkábban hagyják el a laktanyájukat, így megakadályozandó, hogy bármiféle hadititok kiszivároghasson a külvilágba. Persze nem volt véletlen, hogy ebben a laktanyában ezt nagyon szigorúan vették, hiszen a közeli falukban csak Kismoszkvának gúnyolt helyen atomtölteteket tároltak. Na szóval itt látható a legújabban épült panelház, ugye ami 1985-ben épült. Ezek már a 70-es évek idején is megvoltak, ugye három panelház van a tiszteknek, és arra fele van még egy parancsnok épület. Mennyi bogár van ezen a fán. Hallod? Helikopterek. Na és ugye régen, amikor ez az épület meg nem volt itt a 80-as évek elején, itt volt az egyik úszómedence, és ezt áttették délebre, hogy ott helyet kapva a játszótér mellett legyen. És ugye most akkor a kettő panel között sétálunk. Egyikbe bekukkantjunk, mondjuk ebbe. Üdvözlök mindenkit, én Hajnal Gyula vagyok, itt vagyok az egykori Kismoszkvának nevezett laktanyában. Most meg fogjuk nézni az egész terepet, bejárjuk. Elmegyünk az atomtárolóhoz és megmutatjuk a panelépületeket, a lakóházat, a parancsnoki épületet és minden sok más érdekességet. Gyertek! Ugye ez volt az úgynevezett tiszti lakótelep. Szemközt a másik ugyanilyen panelház. És itt vannak az egykori szovjet tiszteknek a postaládája, még mindig rajta nevükkel. Nem semmi. Történelmi jelentőségű postaláda. Ugye sokszor mondtam már a videóimban, hogy azokon a helyeken, ahol én járok, mindig elképzelem, hogy milyen volt itt régen az élet, amikor a katonák felkeltek és mentek a dolgukra, lesétáltak itt a lépcsőn, vagy éppen amikor jöttek haza, mentek be a lakásukba, mint például 15-es számúba. Kicsit abban ragadva, és itt éltek éveket. Itt főztek konyhába. Itt ettek, itt sütöttek. És ez volt ugye a nappali. Ez étkező, ugye a konyhából nyílt,
Ugyanis hát itt a kérni, ez meg ugye a fürdő volt, ha jól emlékszem. Így van. Fürdő, meg a WC. Ja. Ja, és akkor innen is nyílt egy, ahol a... Hát csak nem mindenki használta. Igen. Ez volt ugye a hálószoba. Igen, ebbe volt a cukor, só, meg az egyéb fűszerek. Ez pedig a szemközti lakás. Ugyanúgy nappali, konyharész, fürdő. Hálószoba. Még a bútor is megvan. Beépített szekrény. Nem semmi lehet elképzelni, hogy itt valaha egy szovjet család élt, és ide bejött az anyuka. Itt voltak már a fűszerek. És így elkezdett főzni. Evőeszközök ugye. Szemetes gondolom. Még a sütő is egy csomó helyen megvan. Ilyen volt a kilátása a középső panelből. Ilyen látni a harmadikat is. Szép hely volt ez a laktanyom, nagyon szép hely. Milyen legyen a képernyő? Tök mindegy. Tök mindegy. Na, találtunk egy ilyen szovjet írást, ez valami leírás lehet, hogy nem tudom pontosan mi, de az biztos, hogy basszus. Hogy 89-ben, 89-es, és van nekünk egy tök jó fordító programunk, ami lefordítja a cirill betűt angolra. Tehát nézzétek! Cirill betű. És angol. Instrukció, ugye. Hogy valami filmet, hogy gondolom ez filmes tekercségen. Hogy azt hogyan kell betenni. Igen, ott van, látjátok. Filmes tekercs, igen. És ezt is lefordítja, nem? Na? Aha. Application tank. Jó. Tök jó. Király. Na, ismerősem nem hitte, hogy itt pénzt is lehet találni. Méghozzá igazi szovjet pénzt. Nem vettem még ki, csak ráléptem, hogy lássuk, hogy ez egy pénz. Ez valószínűleg egy kopejka vagy rubel lehet. Jó belement, ez beleolvadt, vagy mi a franc? Na, aha. Na nézzük meg, ez mi lehet. Szerintem ez egy kopejka, vagy ilyen kicsi rubel lehet. Hú, de mocskos. Á, de nem fogom látni semmit, ez a baj. Van nál valami? Ott van, egy kopejka, 1980, 5. Igen. Ez kopejka, igen. Na, mindjárt rázumolok valahogyan, hogy lássátok ti is. Egy pillanat. Fogod? Oké.
már így látszódik, 1985 egy kopejka. Ugye használtak orosz pénzt is, meg magyar pénzt is, mivel a tisztek kiárhatóktan CCCP, láthatjátok, Sargos Kalapács. Ugye a tisztek azok kiárhattak a laktanyából, engedélye persze, így használtak magyar és orosz pénzt is. Na ez pedig egy másik lakás, a legfelső emelet, itt láthatjátok, még a szegvények is benne vannak. Beüld a szekrény. Na, és még a kanapé is megvan, nézzétek, hogy gyönyörű. Szép, ja. Ez tágasabb volt, mint a... Igen. A másik. Ja, nem ez a kiárat. Aha. Igen, ugyanúgy megvan a konyha, a nappali rész, úgy tehát van pukosodva a padló. A nappali rész. Itt ugye látjátok, itt kettő ilyen szoba van, ez a kicsit magasabb rangú tiszteknek volt, ugyanis nekik volt külön irodahelyiségük, amit most láthatok, íróasztallal, meg több szekrénnyel is. Tehát ők magasabb rangú tisztek voltak. Ugye itt láthatjátok, elég sok bútor megmaradt még. Étkezőasztal, a kanapé, ugye nyilván valahol így szokott lenni a televízió. Itt láthatjátok a konnektort is. És akkor hát ilyen körülmények között élt egy átlag szovjet tiszti család. Vagyis hát nem a mostani körülmények között, hanem régebben, ez ugye gyönyörű. Ez akkori korban számítva, ez luxusnak számított.